14. fejezet Bhagavad Gita 26. vers, természet három kötőerője. Az anyagi természetnek a három kötőerője. Mam chayovya bicharena bhakti yogina sevate sagunan samatitaitan brahma bhujaya kalpate. Aki a teljes tudás, aki a teljes odaadó szolgálatba merül, és nem esik vissza semmilyen körülmények között, az egyszerűen nem. Az ez, igen, nem látunk. Még egyszer. Aki az odaadó szolgálatban merül, és nem esik vissza semmilyen körülmények között, az egyszeriben túllép az anyagi természet kötőerőn, és így Brahman sikjára emelkedik. Omagyanati mirandasya, gyananjana shalakaya, chakshurun militamina tasmai shri gurave namaha, jaya shri krishna chaitanya prabhu nityananda, shri advaita gadadhara shri vasade gaura bhakta vrinda, hare krishna hare krishna 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 hare hare, hare rama hare rama 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 hare hare. Ez a 14. fejezet, nagyon jó. Mamcha yovya bicharina bhakti yogina sevate sagunan samatitatan brahma bhujaya kalpate. Gyakorlatilag itt magyarázza, hogy milyen helyzetben vannak élőlények anyagi világban. És hogy van a különböző kötőerők, aminek a kombinációja befolyásolja a tudatot, az akaratát, minél lejjebb kötőerő, annál kevesebb szabad akarat használat van. Mi sokszor emberek kérdeznek, van-e szabad akarat a Földön? Hát attól függ, milyen kötőerőben van. Hogy valaki tudatlanságban van, annak nagyon korlátozott kötőerő, valaki szenvedélybe, annak kicsit jobban kötőerő van, azt legalább tud dönteni Lidli vagy Aldi között, már van szabad akarat. Aki jóságban van, az még tud analizálni, hogy egyáltalán jó ez az irány, ahova megy az emberiség is, én is. Ezért ez a fejezet már elején Srila Prabhupád bevezeti, hogy a fontos tudás, mert a három kötőerőről szóló tudás adja embernek megértést, hogy hogyan működik az anyagi természet, hogyan kötőerők létrehoznak változatosságot, végtelen változatosság. Általában minden mögött van három szín, vagy három kötőerő, de ennek a bizonyos kombinációk változatosság az végtelen tud lenni. Ezért van három fő szín, ez a piros, kék és sárga, és az összes paletta az abból jön létre. Akkor, hogyha mi megnézünk színes világot, amikor mondjuk kimegyünk a természetbe, és lehet látni színes lepkék, színes halak, annyi sok minden szín, ez minden ez állatfajok, életfajok, állatokból, ez mind kötőerőknek kombináció. Itt nincsen semmi más, mint kötőerők a kombinációja. És lehet látni, állatok, akik ilyen tudatlanságban van, azok inkább elbújnak mindig valahova föld alatt, nem akarnak kijönni a fölszínre, a sötétségbe akarnak élni. Vannak ilyen nagyon, mondjuk tudatlanság és a szenvedély kötőerőbe keverékbe állatok, az ilyen piráni, folgai van, ilyen furrán néznek ki, ilyen agresszívok.
megennek bárkit, nem tudom, volt egy, nem tudom, milyen dokumentumfilm volt, hogy a anakonda egy folyóba úszott víz alatt, és a pirániák egy 3 másodperc alatt, és már csak ilyen gerinc, vagy nem tudom mi, így süllyed le, és pillanat alatt leszették. Szóval ezek a pirániák, ezek a vadállatok, akkor vannak ilyen kis egyszerűbb állatok, kicsit csak szenvedélyesebb, akkor tudatlansággal, jósággal kevert embereket is lehet látni a tudatlanság kötőrőben. Szóval ez a 14. fejezet azért fontos, mert megmagyarázza, hogy hogyan működik a természet. Utána arra tanít, igen, meg mik a kötőerők. Külön elemzi kötőerőket, mi a jóság, mi a szenvedély, mi a tudatlanság. Utána magyarázza, hogyan kötnek meg kötőerők. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan ember meg van kötve. És végső a tudás, hogy hogyan lehet használni ezeket a kötőerőket, hogy felszabaduljon ember. És ez nem transzcendentális tudás, ez anyagi tudás, de mégis használva ezt a tudást, a 3 kötőerőt, ember tudja felkerekedni először a jóságba, és utána a sudaszatva, tiszta jóságba. Ezért ez jó megérteni. És akkor ott fontos, amikor sorolja fel különböző kötőerőknek a jellemzőket, vagy a szimptomákat, akkor magyarázza, hogy vannak tevékenységek is különböző kötőerőkben. És azonos a kötőerő erősíti az azonos kötőerőt, és elnyomja a másik kötőerőket. Szóval ez is egy fontos rész ebben a fejezetben, amikor erről beszél Krishna, hogy a kötőerők nem állandóak, ez a lényeg. Mert ha állandóak lettek volna, akkor valaki tudatlanságba kerül, megszületett, az már egész életet le kell élnie így. De mivel ők mindig versengeznek egymással, és amikor egyik dominál, akkor másik kettőt elnyomja, másnap fordítva van, szóval mindig időként változnak a kötőerőknek a kombinációja. Ezért a kausalam, vagy a trükk az egészben, aki ezt megtanul, akkor ő meg tud tanulni, hogy hogy kell negatív kötőerőket elnyomva tartani, és megfelelő kötőerőt, mondjuk a jóságot megerősíteni. És ez a lényeg a 14. fejezetben, hogy ezt kell csinálni. És van mondjuk körülbelül 10 kötőerő közvetítő. Ez a 10 közvetítő tud erősíteni emberben a tudatlanságot, tud erősíteni a szenvedélyt, tud erősíteni a jóságot. És hogy ember tudja, akkor ő tudja, hogy most hogy kell jóságot erősíteni is. Például egyik ez a mondjuk étel, vagy a víz. Az étel és a víz, az tud lenni jóságba, szenvedésbe és tudatlanságba. Milyen ital, víz tudatlanságba van? Az. Igen. Milyen? Romlott folyadék víz. Igen. Igen. Rothadó, mert ez étel is lehet, nem csak víz, mind a kettő lehet mondani. Igen. A szenvedélyben milyen? Igen. Túl sós, túl savanyú, túl csípős. A szenvedélyben étel és ital az, ami
megbontja az egyensúlyt a szervezetbe és a tudatba. Ez a lényeg. Ha ember izgatott lesz, vagy el lesz mámarítva, az a szenvedély. És utána a mámarít, azt utána a tudatlanságba kerül rögtön az ember. Szóval minden, ami túl csípős, túl erős, túl égető, túl, ez a szenvedély. Ott, ahol a szenvedélyben nincsen sose egyensúly, harmónia, és ilyen ételek megzavarják embernek a szervezetét és a tudatot. Ezért, hogyha ember megtanulja, mi a jóságba étel, jó, lédús, olajos, aromás, örömet szemnek is te, igen, okozza, igen, ez a jóság. Ami harmóniát, nyugalom, egészséget, egyensúlyt teremt a tudatba és a szervezetbe, ez a étel jóságban van. Akkor van mondjuk a hang. A hangok vannak, vagy hang vagy mantra, bármi. Az tud lenni tudatlanságban, tud lenni szenvedélyben, tud lenni jóságban. Milyen hang tudatlanságban van? Káromkodás. Mondjuk káromkodás. Melyik hang vagy a dallam szenvedélyben van? Szerelmes dallam. Igen, az a szép, akinek a szeme kék, ugye? Ez. És a jóságban milyen dallam vagy zene? A komoly zene például. Komoly zene. Igen, te mit mondtál? Az már transzcendentális. Igen, igen, transzcendentális. Igen, szóval jóságban ez a komoly zene, szimfónia. Oké. Akkor hely. Hely, ahol ember tartózkodik. Tud lenni mind a három. Melyik hely tudatlanságban van? Temető. Nagyon jó. Temető. Minden, ami koszos, rendetlen, püdös. Föld alatt. Összes hely, mindig a metrók, ez mind tudatlanság kötörök. Ami föld alatt van helyek, az pincék, ez mint tudatlanság. Szenvedély, a skála kópé, a szívem mindig a vásárlóké. Wow! Ez a szenvedélyek, a helyek. Bemegyek, kijövök, de milyen jó, bemegyek, ha kijövök. Ti miért nem ismertek ezek? Te ismered? Igen. Pécsi kesztyű. Gyerekkoromban, de 1000 év ezelőtt volt erre ez a reklám. Szóval a plázák, a boltok, ez szenvedélyhelyek. Milyen városok szenvedély? A jóság melyik, milyen helyek? Természet, így van. Természet az... Erdő. Igen, erdő, természet, igen, ez mind jóságos szatvaguna. Oké, okay. Megbeszéltünk helyet, megbeszéltünk dallamot, vagy imát, vagy hangot, megbeszéltünk helyet, könyv, meg ételt, megbeszéltünk könyv, tud lenni tudatlanságban, milyen könyv tudatlanságban van? Hát mondjuk olyan, amit megtanítja, hogy kell főzni krokodilt. Ti tudjátok, mi az a krokodil? Nem tudjátok? Te tudod? Nem tudom. Gadegres Prabhu tudja. Ez olyan kábítószer, ami első használatától ember függő lesz. Rögtön. Nem tudom, miből főznek, gyógyszerekből, vagy nem tudom, miből főznek, de azon a tudatlanságban ember kerül, hogy mikor ezt elolvassa. Szóval minden, ami pusztításra buzdít a embert, az a tudatlanság, fekete mágia. Ez tudatlanság. Szenvedélyben milyen könyvek vannak? Igen, bizniszkönyvek, pénzt csinálni, igen, akkor Jancsika, Júliuska, vagy valamit tudom. Romeo és Júlia. Milyen? Romeo
Rómeus Júlio, de Jöncs, ez magyar variáció, Jöncsika Júlio, mikor mennek a Kex házába, vagy mi ez? Mészes Kalács. Mészes Kalács, Kex ház. Ez a Rómeus, magyarul, magyar fordításban Rómeus és Júlio, ez a Jöncsika és a Júliska. Akkor... most mi van? Helyet beszélünk? Könyv. Könyv, jó. Igen, jóságban könyv. Ők a természete. De ott van. Természet. IQ-ja. Igen. Ezek, amik kertészet. Jóságban vannak. Igen. Jó, hát akkor Bhagavad Gita az milyen kötőről betartozik? Transzendentális, igen, ez három kötőerő fölött van. Jó helyet megbeszéltünk, dalamot, idő, az is tart, kala, az is tart, az is átadja a kötőerőt. Melyik időszak, ez napszakra idő vonatkozik, tudatlanság? Este. Mert éjszaka az reggel, estétől hajnalig lehet mondani éjszaka, de melyik szak? Este. Ez a tudatlanság kötőerő. Akkor jóság kötőerő időszak. Brahma muhurta utaja, Krishna krishnati kirtayan. Ez a Brahma muhurta, a szatva guna kezdődik másfél órával. Ez a két muhurta, 2x45 perc, körülbelül a napkelte előtt, akkor kezdődik a szatva guna, és kb. 10 óráig tart. 10 órától szenvedik kötőerő megy. Ezért az az ember, aki alszik a hajnali időben, Brahma hurtától minden, az garantált, hogy nem hívja magára, hogy hasson rá a szatva guna. De aki éjfél után, éjfélig ébren van, az garantáltan meghívja magára a tamagunát. És hogyha napközben aktív, akkor még erősíti a szenvedélykötőrőt magára hatására. Szóval, igen. Bármit csinál valaki, mi mindig, az akkor hat a kötőerő. Hogyha szolgál, akkor is igen. Igen, nem probléma. Akkor megbeszéltünk az időt. Kala, desa, ez a hely, akkor prasadam, ennivaló, idő. Szóval így, az a lényeg, hogyha mi tudjunk, hogy vannak ezek a vezetők, közvetítők, és hogyha mi erősítünk, és csak a jóságba használjuk ezeket a közvetítőket, akkor mi erősítünk magunkra a szátva gónát, mert akkor könnyebb szolgálni. De van még egy trükk, amikor Arjuna mondja, de hogy lehet lenni gunatita? Mert gyakorlatilag gunaván, ugye Krishnának az a neve itt a 14. fejezetben, hogy a gunaván, ugye bhagaván, ez a bhaga. Az bhaga az azt jelenti, hogy gazdagság. Gazdagságnak a tulajdonosa ván, bhagaván. És gunaván az, aki gunának, három kötőerőnek a tulajdonosa. És ezért, hogyha valaki akarja legyőzni a három kötőerőt, fontos használni, mivel nem vagyunk transzcendentálisak, fontos ezt, ami most egy kicsit elemeztünk röviden, ezt a három kötőerőt, hogy próbálni, hogy nem lenni aktív, mikor van a tamaguna a hatása, vagy kevésbé aktív, mikor szenvedés, inkább aktív, mikor jóság, és ennél, mikor a jóság van, olvasni, vagy hallani dolgokat, ami legalább jóságban vannak, vagy valami, de ennél még jobb,
Ez a mi vers itt mondja. Itt Krishna pont mondja, hogy hogy lehet legyőzni három kötőrőt. És az mamcsája avyábi csárená, ugye, azt jelenti mamcsá, aki engem, Krishnát, nem Úr Sívát, nem másféle varázslókat, hanem Krishnát, mamcsája avyábi csárená, megszakítás nélkül, mamcsája avyábi csárená, bhakti jogina, érthető? Széva te. Mit csinál? Széva? Szolgál. Krishna azt mondja, az, aki engem szolgál, megállás nélkül, hogyha én mindig szolgálatban vagyok, akkor mi történik? Az történik, hogy Krishna, ő három kötő erő fölött áll. Minden cselekvés, ami szolgálat Krishna iránt van, akkor az is három kötő erő fölött áll. Hogyha én szolgálok Krishnát, még hogyha például valaki este szolgál Krishnát, mert most Csenge kérdezte, hogy a reggel szolgálsz Krishnát, amikor jóság van, akkor igen. De amikor este szolgálsz Krishnát, amikor tamaguna van, akkor is transzcendentális dolog, mert a szolgálat Krishna iránti, hát igazából Krishna, lelki tanítómester, bakták, hogyha mi szolgáljunk őket, az transzcendentális. Az nem este, hiába este van, nincsen kötő erő hatás alatt. Ezért Krishna azt mondja, mamcsája, ahhoz, hogy legyőzzél, avyábicsárená, az azt jelenti megszakítás. Ahogy csak megszakítjunk a szolgálatot, jön a kötő erő. Nem szakítjuk meg az odaadó szolgálatot, mindig kötő erő fölött vagyunk. És azért mondja, szágunán szamatítajtán. Ezért szá, ezért ő, szágunán szamatítajtán, ezért ő felkerekedik három kötő erő fölött. Mindjárt megnézem, szamatítajtán, mit jelent. Az a baj. Igen, felülkerekedve, szamatita. Szóval felülkerekedik mindig, marad. Szágunán szamatitatán, Brahma bujája kalpat, és ez a transzcendentális szint lesz, ez a Brahman szint. Srila Prabhupát mondja mindig ezt a jó példát, ami nagyon-nagyon jó, hogy van mondjunk a vas, de akarunk, hogy ez a vas az megváltoztasson a természetét, akkor be kell rakni a tűzbe. És mikor ott tartunk a tűzbe egy ideig, akkor a vasnak a természete megváltozik, átveszi tűznek a tulajdonságokat. És akkor mi kiveszünk a vasot, lehet látni, ilyen ízzik, és mondjuk, nézd csak, ez tűz. Valaki fog mondani, nem, hát ez egy vas. Jó, igen, akkor érintsd meg. Fog égetni, mert a hatása lehet, hogy vas, de mivel tűzbe volt tartva, ezért a tűznek a természetét átvette. És ezért a hatása ugyanolyan lesz, mint tűznek. Szóval ugyanúgy a tudat, hogyha benne van az odaadó szolgálatban, akkor a transzcendentális természetet veszi fel. De van egy fontos feltétel. Ahhoz, hogy ez a vas mindig legyen a tűz természetű, mindig tűzbe kell tartani. Mert hogyha túl sokáig kint van, kihűl. Ugyanúgy itt ez avyábicsár, amit mondja Krishna avyábicsárená, hogy megszakítatlan legyen, mert akkor mindig kötőerők fölött leszel. Hogyha megszakítatlanul csinálod, tudod a szolgálatod, és ez a titak. Szágunán szemet titajtán. Brahma bújjája kalpate. Fel fogunk kerekedni. Miért? Dajvi hiesa guna mai mama maya duratyaya maham evam mayam evam tarantite mayam evam tarantite taran param param papam mayam evam prapadyadet mayam evam tarantite, valahogy így. Daivi hiyesha gunamai. Azt mondja, mert ez a természet, daivi, ez a isteni, ez az én lelki, az én természetem, daivi hiyesha gunamai. Három kötőrökből áll.
mamma mia, duratjája, és ember csak úgy gondolja, hogy mindjárt én leszek itt nagy szatvagunás ember, nem leszel duratjája, nagyon nehéz legyőzni. Mam evajam prapadjante, de aki prapadjam, de aki nálam veszi menedéket, a szolgálatám, bízza magát odaadó szolgálatára, mint itt mondja Aviabicsárina, hogy állandóan szolgál, akkor mam evajam prapadjante, mayam evam tarantite. Akkor Krishna mondja, akkor majd én fogok mondani három kötörönnek. Most ne bántsatok, ez az én baktám, ő engem szolgál, nem lehet érinteni, és akkor nem érintenek kötörök a baktát. Mint amikor menjünk itt az utcán mondjuk, és be akarok menni valamelyik szomszédhoz, és akkor ott van egy emberevő kutyája, és bemegyünk már az udvaron, akarunk, és akkor akarunk menni a kilincshez, már hogy bemegyünk, kiúrik hátra az udvaron, ilyen éhesen, nyálat csöpén, kutya! Akkor mi, és akkor pont ebben a pillanatban, amikor már így itt akarja minket megharapni, szomszéd, vagy a tulajdon kinyitja az ajtót, és akkor mi mondjuk, ne haragudj, és a kisfiú fog kinyitni az ajtót nekünk, és mi mondjuk neki, ja, hoztam neked, hoztam jó kis finomságokat, ja, jó, jó, akkor mondja a kutyának, hogy frak, helyedre! És akkor megparancsol, és akkor elment gyorsan a helyedre. Ugyanúgy Krishna is, hogyha valaki szolgál Krishnát, kedveskedik neki, akkor csak ráparancsol három kötörőre, helyedre, és akkor nem bántanak. Ez a lényeg ebben, ez a 14. fejezetben. Lehet kultiválni, de nekünk jó kombinálni odaadó szolgálat, és közben próbálni, nem engedni olyan kötörőket használni, ami alacsonyabb rendők, hogy minket akadályozzanak odaadó szolgálatban, mint a meddig az evés, a zene, amit hallgatjunk, akkor amit olvasunk, napszakok, és a többi. Elmúlt fél óra? Annyi van pont. Jó, köszönjük szépen. Kérdések? Nincsen. Köszönjük szépen. Grantarács Rimát Bhagavad Gita ki jaj, Sisirad Hásama Sundara ki jaj, Sri Sri Gornitai ki jaj, Srila Prabhupát ki jaj, Nitai Góra Prémananti. Góra Bhaktavrinda ki jaj.